Sok szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, és köszöntjük azokat is, akik interneten követnek bennünket. Meghívlak, hogy kezdjük meg Isten tiszteletünket a 71-es számú énekkel, az üdös advent énekes könyvből. Ó nyugalom, édes napja! Hajtsuk meg térdeinket az imádsághoz. Szerető mennyei édesatyánk, mély hálával és köszönettel állunk meg előtted, hogy megköszönjük, hogy velünk voltál egész héten keresztül. Megköszönjük ezt a drága szent szombatnapot. Kérünk, hogy szent lelked által jöjj és jelenj meg közöttünk, és kérünk, hogy áld meg az ige szólót, és segíts meg, hogy mindazt, amit szól, szíveinkbe vésve azok szerint tudjunk élni, és tégedet tudjunk mindig dicsérni és magasztalni. Fogadd el a mi hálánkat, a mi köszönetünket, hogy mindent, amit elvettünk szent kezedből, köszönjük a békességet, köszönünk minden áldást, áldva és dicsérve legyen szent neved most és mindörökké. Amen. Meghívom a gyülekezetet, hogy mielőtt sor kerülne az ige szolgálatra, énekeljünk közösen, és kérjük a technikusokat, hogy vetítsék ki az Isten szeretet című éneket az üdvös advent énekeskönyvből. Isten szeretet. Thank you.
Az Úr Jézus áldott nevében szeretettel és tisztelettel köszöntelek. Áldja meg a Jóisten azt a vágyódást, ami szívünkben, amely arra késztetett, hogy eljöjjünk ma este is, hogy közösségben legyünk az ő gyülekezetével, közösségben lehessünk Istennek igéjével. Ez egy teljesen szabad választás mindannyiótok részéről. És nyilván, hogy ez üzenetértékű, hogy valami az Úrral való közösségből, valami a gyülekezettel való közösségből ide vonzott bennünket. Arra hívlak, gyertek, hogy gondolatban elevenítsük fel azokat ismereteink alapján, vagy akár véleményezésünk alapján, azokat a pillanatokat az egyház történelméből, amikor a parázs a hamu alól felsziporkázott. Amikor a parázs a hamu alól lángra lobbant. Melyek voltak ezek? Úgy melyek azok a pillanatok, melyek azok a történelmi momentumok, amelyek felelevenednek bennünk. Túlfáradtak vagyunk a kérdéshez. Akkor elmondom azt, amit ti is gondoltok, jó? Ugye a reformáció egy ilyen pillanat, amikor az a hosszú történelmi korszak után, amikor az egyház csak úgy létezett és várt, hogy valami történjen, valami jobb, egyszer csak lángra gyúlt. Ahogy Heltei Gáspár fogalmazott a kolozsvári reformátor, hogy tétul, tehát itt is, ott is lángra lobbant az Úristennek az igéje. Hát a lángra lobbant. Más ilyen egyház történelmi pillanat. Mondjuk az egyházban, az adventista egyháznak, melyek azok a különleges pillanatai, amikor valami lángra gyúlt? 1840. 44, ugye? Tehát a Krisztus várás, hogy Krisztus jön. A más az egyházból, az egyház történelméből még melyik az az év, amelyik ott él, amelyiket könnyen ki tudjuk mondani, tehát hogy ott él tudatunkban. Melyik? 100 éves évforduló. Egy olyan pillanat, amikor minden adventista megmozdul, amikor ezt az évet úgy hallja. És ha személyes életünkbe keresnénk ezeket a pillanatokat, amikor bennünk úgy valami lángra gyúlt. Mi volt a késztető erő? Mi volt az, ami lángra lobbantott bennünket. Próbálva azokat az alkalmakat, eseményeket, azokat az időket összeírni, amikor tényleg azt tudom mondani, hogy na megérte felkelni az arra a napra, ösztönszerűen egyetlen ige jut eszembe, amely ezeknek a különleges reformációknak is a mozgató igéje volt, az igaz ember pedig hite által él. Az igaz ember pedig az ő hite által él. Pál apostol a Galatabeliekhez írott levelét, amikor megírja, és ebből a szakasz szeretnék most felolvasni, egy ilyen időbe
egy ilyen lánguló szakaszba akarta hozni a közösséget, a gyülekezetet. Tulajdonképpen egy ilyen állapotban hagyta, és egy ilyen állapotban szerette volna visszahozni. A Galácia-beliekhez írott levélnek a háttere egész röviden az, hogy Pál apostol elmegy Galáciába, meghirdeti azt, hogy Krisztus Jézus nem valamit elvár az embertől, hanem mindenek előtt valamit ad. Meghirdeti az evangéliumot, az evangéliumnak az örömét. Meghirdeti azt, hogy Jézus úgy hívja az embert őhozzá, ahogy az ember van. És a gyülekezet valóban lángra lobbant. És Pál apostol, ahogy elmegy, ahogy elhagyja ezt a gyülekezetet, nem sokára azt kell hallja, hogy ez a láng, ez nagyon meghanyatlott, és a gyülekezeti állapot rendesen megváltozott az ő távozása nyomán. És akkor Pál tollat ragad, és olyan szavakat kezd írni, hogy ha valaki mást hirdet, mint amit én hirdettem, átok alatt legyen. Ha valamit elfogadtok azon kívül, amit én nektek hirdettem, az a tanítás átkozott. Az adventista egyház történelmében egy adott pillanatban ezt a levelet különösképpen elővették. 1888 volt, és a generálkonferenciára készültek a testvérek. Mindössze 26 ezer tagja volt akkor, 28 ezer tagja volt az egyháznak, ebből 26 ezer Észak-Amerikában lakott. Senki nem gondolta, hogy milyen évforduló, vagy milyen esemény fog következni az egyházban. Két fiatal igehirdető elkezdték a galáciai levelet hirdetni. Ha más nevet nem ismerünk, az övékét azért gondolom, hogy igen, az egyház történelemből, ugye? Jones, Alonzo Jones. Nem tévesztendő össze Dan Jones-szal, aki az egyik legnagyobb ellenlábasa volt a mozgalomnak, és Dr. Wagner. Ahogy megragadják a galáciabeliekhez írott levelet, és elkezdik hirdetni annak az örömhírét, olyan ellenszenvet vált ki az akkori vezetőség, vagy gyülekezetben, amihez hasonló az egyház történelemben azt mondhatni, hogy sose volt. Ugyanaz a történelem, ami a Galatáknál történik, hogy a Pál meghirdeti az evangéliumot, és ahogy kihúzza a lábát, azonnal visszájára fordulnak a dolgok, ugyanez ismétlődik meg 1880 évvel, vagy 800 évvel később az adventista egyházban. Mind a két esetben tulajdonképpen nem is emberek voltak azok, akik küzdöttek, vagy nem is az ember volt az, aki a frontvonalban volt, hanem amikor a Jóisten meghirdeti az embernek, az üdvösségnek az útját, Sátán azonnal ott van, és megpróbálja elfojtani az üdvösségnek a beszédét. Pál apostol azt írja erről az ő levelében az elején, hogy az én evangéliumom nem az enyém, hanem Krisztus Jézustól vettem. Tehát a Krisztus evangéliuma az, amely felcsendül ebben a levélben. És végig, amikor a támadás alá kerül ez az evangélium, az érezhető, hogy nem is emberi erők támadják, hanem valami más. Az az ősi erő, amely Krisztus támadta még a mennyben, az az ősi erő, amely a Földön az Isten egyháza ellen támadást indított. A negyedik fejezethez hívlak, hogy lapozzuk fel Istennek igéjét, és a negyedik fejezet 21. versét hívlak, hogy hallgassunk meg egy szakaszt. Mondjátok meg nekem, akik a törvény alatt akartok lenni, nem halljátok-e a törvényt?
Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a szolgálótól, a másik a szabadostól. De a szolgálótól való test szerint született, a szabadostól való pedig az ígéret által. Ennek jelképes értelme van, mert ezek az asszonyok a két szövetséget jelentik, az egyik a Sínei hegyről való szolgálatra szülő, ez Hágár. Mert Hágár a Sínei hegy Arábiában, ez pedig megfelel a mostani Jeruzsálemnek, mert fiaival együtt szolgál. De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindannyiunknak anyja, mert megvan írva, újjong te meddő, ki nem szülsz, vigadj és kiálts, ki nem vajuttál, mert több gyermeke van az elhagyottnak, mint akinek férje van. Ti pedig, testvéreim, mint Izsák is, az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerint valót, úgy most is. De mit mond az írás? Üzd ki a szolgálót és az ő fiát, mert a szolgáló fia nem örökölhet a szabadasszony fiával. Azért, testvéreim, nem a szolgáló, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk. Pál apostol azt mondja, hogy az, ami Galáciában történik, vagy az, ami akár 1888-ban történik, az megtörtént az Ábrahám családján belül. És hogyha legegyszerűbben meg akarjuk érteni azt a konfliktust, amely a történelmen végigvonul, akkor erre a példára alapoz, és azt mondja, figyeljük meg, hogy Ábrahámnak is volt két útja. Két útja. Az egyik az övé volt, és a másik a Jóistené volt. És a két útból, a két elképzelésből Ábrahámnak született két fia. Az egyik a Jóistentől adatott ígéretként, a másik pedig az Ábrahám akaratából született gyermek volt. Megszületik Ismáel, az Ábrahám produktuma, mindaz, amit Ábrahám tehet az ő jövőbeli boldogságáért, vagy akár örökkévaló boldogságáért, hiszen az ígéret arról szólt, hogy az örökkévalóságra ebben a gyermekben áldatik meg Ábrahám, tehát egyben az üdvösségéről is van itt szó, meg a túléléséről, meg a földi boldogulásáról, meg az Isten ígéreteinek a teljesedéséről összességében. Megszületik Ismáel, és Ábrahám úgy gondolja, hogy na ez az a vallás, amelyet ő kellett létrehozzon, amelyet ő kellett kövessen. És eltelik 10 esztendő, több mint 10 év, és 10 év után megjelenik az Úr Ábrahámnak, és azt mondja, hogy Ábrahám, van egy másik út, van egy másik vallás, van egy másik lehetőség, tulajdonképpen az egyetlen isteni lehetőség, és pedig az nem Izsákban fog neked, Ismáelben fog neked adatni, hanem Izsákban. És megszületik az ígéret gyermeke. Ismáel arról szólt, amit Ábrahám meg tudott tenni, és Izsák arról szólt, amire Ábrahám képtelen volt, amit csak a Jóisten tudott megtenni. A két gyermek cseperedik, és a Jóisten elmondja Ábrahámnak azt, hogy Ábrahám, Izsák lesz az, akiben neked az áldás, és az egész földre való áldás jönni fog. Izsák lesz az, akiben majd a mag, Jézus Krisztus születni fog. És hogy reagál erre Ismáel? Mi erre Ismáelnek a reakciója? Azt mondja az íge, de amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerint valót. Az egyik legrégibb a vallásos üldözést ragadhatjuk itt meg, ennél régebbi testvér üldözés talán csak a Kain és az Ábeli, hogy Ismáel elkezdi üldözni Izsákot. És ezt úgy is fordíthatjuk, hogy az, amit az Isten tesz, szenved attól, amit az ember tesz. Az, amit a Jóisten meg akar valósítani, az ember üdvösségéért, az ember boldogságáért, szenvedés alá kerül, és üldözi az, amit az ember tud megtenni, vagy az ember próbál megtenni a saját boldogságáért. És azt mondja az íge, hogy ez a kettő,
ez a két fiú két asszonytól születik, ugye, és két szövetséget jelképez. Az egyik Ismáel megszületik a szolgától. És ez a szolgától született gyermek, vagy ennek az anyja, maga Hágár, nagy megdöbbenésére a galácsiai gyülekezetnek azt mondja, hogy a sínai hegyet jelképezi. Mi van a sínai hegyen? Törvény. Sínai az a kép, amely az egész Ószövetségben minden könyvben megjelenik. Egy kivétel van ezelől a Jobb könyve, a Jobb könyvében nem jelenik meg a sínai motivuma, de az összes többi könyvben ott van a kivonulás és a sínainak a motivuma, tehát ami az egész Ószövetségi gondolkozását képezte a zsidóságnak, azt mondja, hogy ez pedig szolgaság. Ismáel is, és Hágár is szolgaság. És a törvény is, és a törvényeskedés is egy szolgai állapot. És a másik asszony. A másik asszonyról azt mondja, hogy ez a magasságos Jeruzsálem. Aki mindannyiunknak az anyja. Na ki ez a magasságos Jeruzsálem, aki mindannyiunknak az anyja? Magyar nyelvben használjuk is ezt, hogy az anya szent egyház, ugye? Ez egy vallásos fogalom, nem annyira bibliai, de az, hogy anyához van hasonlítva az egyház, az már igen. Tehát az egyház, a keresztény egyház. És azt mondja, ez szabadságra szül. És az Ószövetségi sínai hegy, az pedig szolgálatra szül. És úgy, ahogy Ismáel üldözi Izsákot, úgy a sínai gondolkozás üldözi a magasságos Jeruzsálemet. Üldözi az egyházat. Ahogy Ismáel üldözi Izsákot, úgy a test szerint üldözi a lélek szerint valót. Mi a test szerint ma számunkra? A test szerint az, amit mi meg tudunk valósítani. Mi a lélek szerint való? Az, amit egyedül Isten tud a mi életünkbe létrehozni. Az üdvösségünket melyik alapon képzeljük el, melyik alapon gondoljuk? Amit mi meg tudunk valósítani, vagy egyedül kizárólagosan annak alapján, amit Isten tud megvalósítani érettünk. Ma este milyen szívbéli állapottal jelenünk meg Isten színe előtt? Arra hagyatkozunk, vagy arra is hagyatkozunk, amit mi meg tudunk valósítani, vagy pedig kizárólagosan csak arra, amit Isten valósít meg érettünk. Amikor Pál apostol ezt tanítja, akkor felvetődik a kérdés, hogy ennyi az egész, amit Isten tesz érettünk? Hát nem kell még valamit? Tehát nem úgy van, hogy Jézus Krisztus meghalt érettünk, és az üdvösség az azt jelenti, hogy kereszt plusz még valami? Amikor 88-ban hirdetik ezt az üzenetet, semmi egyebet nem tettek, csak elévették a galácsiai levelet is hirdett, és ezt prédikálták. Akkor újból felmerült, hogy. Hát most már 40 éve hirdetjük a törvénynek a fontosságát. Mert ugye az adventista úttörők ezt hangsúlyozták. És most azt akarjátok mondani 40 év után, hogy tényleg? Nem úgy van az, hogy Krisztus keresztje, és még valami az üdvösségnek a feltétele? És az üldözés megismétlődött. Olyannyira, hogy
az az üzenet, amely felcsendült 88-ban, úgy lassan az egyházi életben egy kicsit úgy elkezdett hanyatlani. Drága testvéreim, mi az, ami reménységet hoz ma számodra? Melyek azok a pillanatok, amelyekben tényleg meglelted a lelkednek a boldogságát? Melyek azok a periódusok az életedben, amikor tényleg azt mondtad, hogy biztonságban, lelki nyugalomban és biztonságban érezted magad? Amikor te megvalósítottál valamit, vagy amikor mélyen a tudatodba újból helyet kapott az a gondolat, hogy Jézus Krisztus minden. Jézus Krisztus minden. Hogy mennyire üldözte a testi, a lelkit, a 88-as eseményekben ez egy sajátos módon még meglátszik. Tehát nem csak az egyházon belül történik ez, hogy a test és a lélek közötti harc, hanem amikor a hitáltali megigazulásnak az öröme, annak a boldogsága, hogy az ember egyedül a Jézus Krisztusban vetett hit által üdvözül, és minden más csak ennek következménye, abban az esztendőben Amerikában először megtörtént az, amiről 40 éven keresztül már az adventisták beszéltek, és pedig a vasárnap törvény. Tehát amikor a hitáltali megigazulás felcsendül, Tennessee államban kiadják a vasárnap törvényt. Adventistákat bírságolnak nagyon keményen, és zárnak börtönbe. A különlegessége az advent történelemnek az, hogy az a Jones, Alonzo Tavier Jones, aki a Minneapolis-i ülésen hirdeti a Galata levelet, egy autodidakta adventista lelkész, ugyanabban az évben az amerikai szenátusban a vallásszabadság érveivel előáll, és úgy érvel, hogy az amerikai szenátus elveti a vasárnap törvényt. Tudtuk ezt? Tehát ugyanaz az ember, aki hirdeti az üzenetet a Biblia alapján, ugyanaz az autodidakta Jones az amerikai szenátusban 90 percen keresztül hirdeti a vallásszabadság érveit. Amikor az egyházban a hitáltali megigazulás felcsendült, amikor lángra kapott, amikor az egyház ennek az örömét kezdte megélni, abban az évben először kiadják a vasárnap törvényt. Üldözi a testi a lelkit? Tehát ez az üldözése úgy belülről is, de ez az üldözés, hogy kívülről is beindul. Mikor indulnak el az üldözések az egyházban, vagy az egyház irányában? Kívülről. Elég egyértelműen láthatjuk ebből a történetből is. Tehát amikor az igazi hit fellángul, akkor indulnak el a külső üldözések is. Drága testvéreim, ha van 0 kilométer kő, ahova vissza-vissza kell menjünk, akkor ez az a kilométer kő. Hogy Jézus Krisztus a hívásával, a szeretetével győzi meg a mi szívünket. Jézus Krisztus az ő áldozatával elhozta az üdvösséget az ember számára. Ez az üdvösség teljes és tökéletes. Ez az üdvösség jelenti azt, hogy Jézus megigazít, jelenti azt is, hogy az ő jellemét ajándékozza az egyháznak.
És ha az egyház történelmet végiglapozzuk, akkor azt látjuk, hogy mindig ennek az igének a nyomán történt az egyházi ébredés. A Kárpál idejében ugye Pál egy egészen, még az apostolok számára is egy egészen új tanítást hoz. Szinte botránkoztató. Nem értik, hogy Pál mit hirdet. Ugyanilyen idézőjelben botránkoztató volt, amikor Ágoston ugyanezt hirdeti. Ugyanilyen botránkoztató volt, amikor Luther előáll az üzenettel. És ugyanilyen sarkalatos volt, és egyesek számára botránkoztató, amikor egy magasabb szinten, még tisztább megfogalmazásban megfogalmazzák a Minneapolis-i ülésen. És ugyanolyan ébresztő az ember életének különböző pillanataiban, amikor újból és újból találkozik az ember ezzel a gondolattal. Meggyőződésen, hogyha ha az egyház kimozdul valamilyen módon a jelenlegi pillanatából, kimozdul a hanyatlásából, akkor ezzel az üzenettel fog kimozdulni. Hogy az ember látni fogja Jézus Krisztusnak a szépségét úgy, ahogy csak a legszebb pillanatokban látta az egyház. Segítsen a mindenható Jóisten, hogy amikor keressük az ébredést, az előmozdulást, jó, hogyha gyakorlati dolgokban is keressük, tehát a gyakorlati dolgokat is tenni. A szolgálat az mindig az embert egy kicsit közelebb viszi a Jóistenhez és egymáshoz is. De lássuk ott a bölcsőjében, ahonnan akár az advent ébredés, akár a reformáció indult, minden egyes szép pillanat az ember életében. A hit. A hit. Hogy az embert Isten úgy fogadja el, és úgy igazítja meg, ahogyan az ember Isten ölébe, Isten karjába veti önmagát. Segítsen a mindenható Jóisten, hogy ma este is ezzel a hittel zárjuk az elmúlt hetet, a hétköznapokat, ebbe a hitbe kapaszkodjunk bele, és Jézus Krisztus karjaiba helyezzük életünket. Amen. Isten tiszteletünk befejezésére meghívlak, hogy énekeljük el a 271-es számú éneket. Légy álhatatos és bátor!
Szerető Atyánk, az Úr Jézus Krisztusra óhajtunk tekinteni most is, aki előtted van és imádkozik érettünk. Jöjj rá, aki átszegzett kezeit emeli feléd, ő rá, aki egyetlen reménységünk, és Úr Jézus Krisztus, magasztalunk tégedet ma este is. Azért, hogy még tartod a te lelkedet mi bennünk, azért, hogy ebben a világban a te lelked még dolgozik, és azért, Urunk, hogy azt az egyházat, amelyet véreddel megváltottál, meg is fogod dicsőíteni. Urunk, ha visszatekintünk az elmúlt periódusra, látjuk azt, hogy hol lángolt, hol pislákolt a fény, és köszönjük, hogy láthatjuk azokat a pontokat, amikor lángra gyúlt, és megerősödött a te néped, a benned, és a beléd vetett hitáltal. Kérünk, Urunk, hogy bennünket is, ma is te is fordíts szívünkben, gondolatunkba, ez a láng felé, ez az íge felé, a hit felé, hogy valóságosan Úr Jézus Krisztus, a te karjaidba vessük magunkat. Köszönjük, hogy nem a feltételekről beszélsz, hanem a nyitott szívedről, a nyitott karodról, a te megigazító hatalmadról. Köszönjük, hogy ez az, ami a szívünket fel tudja melegíteni. Kérünk, hogy ma este is melegítsél fel bennünket. És kérünk, Urunk, hogy adj ebben foglalatosságot, úgyhogy mi is ne csak halljuk, és ne csak elméletileg ragadjuk meg ezeket, hanem a szívünket valóságosan felmelegítse. Itt vagyunk a te ígéd körül, Urunk. Itt vagyunk a te áldott jelenlétedben. És itt kérünk áldást, hogy vigyél tovább bennünket. Vigyél tovább bennünket a buzgóságban, a hozzád való ragaszkodásban, a beléd vetett hitben, a hitből származó szeretetbe, és a szeretet által munkálkodó hitbe. Vezessél, Urunk! Ajándékozzál meg ma este is hittel, hogy higgyük, hogy a szövetség vére az elég tiszta az, ahhoz, hogy megtisztítson bennünket. Kérünk, hogy ezzel a vérrel tisztítsál meg mindannyiunkat, és az erős hittel, hogy te elvégzed érettünk ma is azt a munkát, amely számunkra lehetetlen. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Tőlem pedig távol legyen, hogy dicsekedjem, ha csak nem a mi Urunk Krisztus keresztjében, aki által számomra megfeszítetett a világ, és én is a világ számára. Amen.